19 zenekar lépett fel a 3 nap alatt a 2 színpadon, mondta el nekünk Pilisi István. Van, aki 3 napra jön, van, aki 2-re, van, aki 1-re, de lejön csütörtökön, szombaton. Ez mindig csak vasárnap derül ki, hogy hányan. Általában azért 3-4 ezer ember közt szokott itt megfordulni a 3 napban. Gerjenen volt az ország szeme hétvégén, hiszen hazánk minden szegletéből érkeztek fesztiválozni a rockzene és a motorok kedvelői. 120. motoros találkozóm ez. Gyakorlatilag 48 éve motorozok, sikeresen. Nagyon szeretek találkozókra járni, mert sok ismerőssel, új emberekkel meg lehet ismerkedni, szép hazai tájakon. Mezősi László rengeteg találkozón járt és szereti a rockzenét. Ekkor kezdte megálmodni a gerjeni rockmotoros találkozót, majd 2009-ben szervezte meg az elsőt. Soha nem gondoltuk volna akkor, hogy ez ekkorára növi ki magát, és ilyen nevezzenekarokat tudunk feléptetni, mint Magyarország legnagyobb rockzenéje, vagy legnagyobb zenekarai is megfordultak nálunk. László és csapata fontosnak tartották, hogy olyan helyszínt találjanak, ahol családias légkört tudnak kialakítani. Igazából ez a területen egy jó kis sátorozási pontok vannak, kialakított ligetes erdő van, ahol a sátrakat fel lehet verni. Igazából tulajdonképpen ezt győző barátom találta ki, hogy magát a helyszínt találta meg, és mikor lejöttünk, akkor le is döntöttük abban a pillanatban, hogy itt meg lesz a rendezvény tartva. Az erős csütörtöki kezdés után egy még erősebb péntek következett, ugyanis a Rót zenekar 20 éves jubileumát ünnepelte a gerjeni nagyszínpadon. A szombati enyhülést hozó eső miatt az esemény leglátványosabb programja, a motoros felvonulás elmaradt.